kedves nézőink, a Sportolóink arcképcsarnokának mai vendége Somogyi József, aki ezer szállal kötődik a nyírbátori labdarúgáshoz elsősorban, a nyírbátori sporthoz is. Azt a nézőink megszokhatták már, hogy aki ide vendégként érkezik, valamilyen módon kötődik nyírbátorhoz, a nyírbátori sporthoz. Legtöbb vendégem elsősorban a labdarúgáshoz, hiszen több mint 100 éve van Nyírbátorban labdarúgás. Józsi, köszöntelek szeretettel a sport stúdióban, és hát ha valakinek az élete a futballról szól, akkor ez mindenképpen te vagy. Vagy te is ott vagy köztük. Én is szeretettel köszöntöm a Bátori TV nézőit. Örülök a meghívásnak. Nagyon jól esett a szombati, 50 éves volt ugye a városra, volt ez a gála mérkőzés. Nagyon jól éreztem magamat a rendezvényen. Nagyon sok régi baráttal, játékossal találkoztam. Józsi, bocsáss meg, a nézők kedvéért mondjuk el, hogy a szombati gála műsor egy névadó keretében zajlott. Igen, hát régi öreg barátom, Kovács Kálmán bácsi, akivel 1981 óta 12 évig együtt dolgoztunk a Nyírbátor sportjáért. Méltó elismerés rész, hogy ő nevét viseli a sportterep, mert viszont... Tehát így lett a Bátori sportterep, igen, Kovács Kálmán sportterep. Igen, és mert ő óriási munkát végzett, szívvel élén Nyírbátori sportjáért dolgozott. Igen. Önzetlenül, anyagiakat nem nézve, tehát mindene volt a Nyírbátor sportja. Kevesen tudják, de a labdarúgásban mindenféle piszkos munkát vele végeztettek el. De úgy értem, hogy azokat a piszkos munkákat, vagy azokat nevezem piszkos munkáknak, amit a háttérben azért el kellett végezni. Kevesen tudják ezt. Igen, igen, ő neki szívvel lélekkel csinálta. Ugye, hát ő minden edzésen, ugye hát én ott voltam, minden edzésen a játékosnak hozta a pékségből a süteményt, citromot a fiúknak, ugye ez neki akkoriban, ez volt minden, volt a mondás, hogy citromot a fiúknak. Úgyhogy meg az a háttérmunkában az ellátást, a bírókkal való kapcsolat, óriási volt, minden igen. Ami a labdarúgással kapcsolatos igen. Volt. Igen. De láthatóan jól érezted magad. Igen, nagyon jól esett, mondom, akkor ugye eltér ott a találkozni a régi futballistákkal, ugye ott volt akivel megyei 2-ben, megyei 1, megye 3, MB2 szintig is együtt dolgoztunk. És erről neveket is említhetsz, akik itt voltak? Hát ugye ott a nyírbátoriak között, a Tóth Gyuri például, aki egész magas szinten... Golzsákunk volt valamikor. Igen, a Baba, akit úgy neveztek itt, a Baba, igen. Kiválósága. Igen, hát még valamikor ugye Gyurit innen igazolta le a Loki, nem a Loki, hanem a Kinizsi. Szegény Garambvölgyi Lajos jött érte, még én közreműködőmért sikerült hozni, onnan ugye majd került a DVSC, BVSC, Diózsió Nyíregyház, majd aztán még külföld is. Jól esett vele is találkozni. Aztán Lukács Tibi, aki ugye, mint ABC-s voltam, ugye, onnan is szponzoráltam a csapatot, nálam dolgozott. Ugye ott leszerelés után ugye borzatőhelyettessé léptettem elő, abban az időben nálam ugye több futballista is volt, mikor 5 futballista dolgozott azért, hogy ezért segítsem, hogy edzés látogatottság, mert ugye nem mindenki úgy állt a cégeknél, hogy... Hát ez is egyfajta szponzoráció. Igen, igen. Hát ugye azért is találkoztam ott, meg ugye Csári Józsi, meg Kínálaci, szóval mondhatnánk, hogy sokan. Hiányoltam azon azt, hogy sokan nem jöttek el. Akkor mostan, hogyha ennyi nevet elsoroltál, mondd el azt is, hogy ott volt Horváth Pista is, így akivel van. Együtt dolgoztatok így van. Horváth Pista, sokáig. Igen, Horváth Pista, a BB2-ben ugye együtt csináltunk olyan csapatot, amely szerintem Nyírbátor történetében egyik legjobb csapat volt, mert az MB2-ben akkor volt egy MB1, MB1B, volt két MB2, egy nyugati, keleti, mi a keleti csoportban voltunk, és abban nagyon jó MB2-s keleti csoportban mi bronzérmesek lettünk. Ellenfelekbe olyan játékosok jártak, például a Kiskunféle, olyan futballisták voltak, mint Bodnyári, aki jelenleg a Paks edzője, vagy Nagy Tamás az ugye a Csepelbe volt, Hannárpi, aki Kispesten is futballt, Vácon bajnok volt, ilyen ellenfelek voltak. Igen. Na most akkor váltsunk gyorsan témát. Mert a labdarúgással fogjuk folytatni, mert igen. Azzal is kezdtük, azzal fogjuk folytatni. Titeket, a Somogyi családot,
téged és a bátyádat is, úgy könyveltek el, én magam is úgy tudtam, hogy ti ecseriek vagytok. És közben kiderült, hogy nyírbátoriak. Igen. Mesél már ezt a történetet. Én itt születtem Nyírbátorban. Itt is laktatok, a szüleim is itt laktak. Itt laktak. A szüleim itt laktak az jelenleg Oázis udvarába. Hát ugye akkor még nem olyan könnyű volt a lakhatás, mint... Ott több család is. Több család lakott, igen. Édesapám az BM alkalmazott volt, édesanyám ugye az háztartásbeli volt. Majd 1960-ban, akkor 3 éves voltam, édesapám kapott, áthelyezték Nagyecsedre. Ott gondolom a lakáskond is ugye megoldódott jobban, mert azért már kaptunk egy szolgálati lakást, és oda kerültünk. Tehát így lett ezek ecsedények. Így, ott nőttem. Ugye én ott voltam a 20 évig, ugye ott nőttem, 3 éves koromtól, ott jártam általános iskolába. De a foci már kisgyerekkoromban bekezdődött. Hát ugye nekünk akkor, mint tudjuk, nézők is gondolom, akkor nem volt más lehetőség, nekünk csak a labda volt. Mindegy volt, csak rúgjuk. Jártunk, én gyerek voltam, kicsi voltam még, de már a futballpályán ott voltunk, szedtük a labdát. Ecseden elég nagyon jó csapat volt. Még ugye hazamentünk a bajnoki mérkőzések, akkor úgy voltak, hogy mindenki ünnepli, az egész falu ott volt. Máté Szalkáló, Jajós néni ott volt, ott tárolta a Jajót kapu hátánál. Persze. Tehát egy ünnep volt, és akkor mindenki szépen fel volt, ez a fekete nadrág, vagy sötétkék nadrág, fehéring. Egy ünnep volt, egy nép ünnepély volt akkor az a falvakban. És régen így jártak a meccsekre az emberek. És akkor ugye elég egy ilyen vérmes közönség volt, mert elég sok balhé volt. Tudom, volt olyan eset, hogy szegény apám, ugye a bírót mindig meg akarták, ha ecset nem úgy járt, akkor meg akarták verni. Volt, mikor behajtott motorral, a bírót felültet, elvitte a falu széléig. Ott volt, először találkoztam egy gyerek volt, tehát pontosan 64-ben, 7 éves voltam, ott először találkoztam egy nyírbátori edzővel. Na. Akit úgy hívták, hogy Bodmer Pista. Pista bácsi. És sose felejtem el, hogy az öreg, hát akkor még nem volt öreg Pista bácsi, hanem a pályán ott ültünk mi gyerekek, voltunk vagy 30-an, az öreg a kör, lefeküdtünk ugye a fűbe, körbe ültük, feküdve ott, és hallgattuk, és ő mesélt nekünk az 1964-es tokiói olimpiáról. Tátottuk a szánkat, a szemünk nagyra kerekedett, hogy miről is beszél nekünk ez a bácsi. Jól esett hallgatni. Igen. És Pista bácsit minden nap is láttam, mert én elsős voltam, és az iskolában... Az ő élete is egy volt a futballal. Igen, én ott jártam el az iskolába, ahol ő lakott egy kis lakásba, és ott minden nap láttam, hogy Pista bácsit. És akkor ide kerültem majd, akkor meg is beszéltük, és jó volt erre emlékezni. Ott jártál a gimnáziumban is. Általános iskolában is ott jártam, ugye akkor volt a zeneosztályban, mert az volt a kiváltó. Mondtam, az kiváltó, és egy zeneosztályba kell jelentem. És ott jártam a C-osztály, és ugye apám mindenáron azt akart, hogy én zenéljek. Hát és akkor zenész is lettem úgy, hogy hegedülni tanultam 5 évig. Volt fellépésem, és ugye az iskolában, akkor úgy jött a zenei élet, meg minden az iskolákba, és akkor még színpadon, még zongorán is kísértetek, úgyhogy ilyen is volt. De ez nekem inkább akkor is a foci volt, mert irigyeltem azokat a gyerekek, míg én szolfés órára jártam, ők meg kint futballoztak. A környékbeli kutyák túlélték ezt a koncertet. Túl. De azért most is el tudnék játszani még azért egy pár hangszeren, még dobolás is ugye elmegyegetett valamikor, de hát van érzék. Na tessék, egy sportember. Hát igen. És a zene, ugye a művészetek valahol összefutnak egy közös körbe. Hát az általános iskolában ott ugye, akkor ott a Kilián sport ugye, úgy fociztunk, akkor nem volt itt serdülő, meg ifi volt csak, meg ugye a felnőtt csapat. Hát ott ugye csapatot szerveztünk. És mégis voltak jó futballisták. Igen, egy osztályra mentek, ugye nem lehetett, hogy másik csapat. Hát olyan játékos játszott egy osztály, volt, aki nem tudott rúgni egy egyenes, de hát muszáj volt, mert mi zenei osztály voltunk ott, vagy 15, mondjuk akkor 30-an alatt nem volt osztály. Józsi, nagyon szépen beszélsz a zenéről, örülök is neki, mert nemes lélekre val, de inkább most arról ejtsünk szót ezek után, igen, hogy voltak ecsetben egészen kiváló sportolók is. Igen. Egy személyes ismerősöm is volt, aki kézilabdázott. Szántó Anna, igen. Szántó Anna. Hát ő világklasszis játékos volt. Ismertem, és így van. Nagyon, nagyon ügyes volt. Hát meg úgy, hogy a... Ismerted? Persze, hát én a zenébe jártam, ő most nem tudom korban, lehet, hogy fiatalabb tőlem. Ő a másik, tehát ő B vagy D osztályban. Nem sok különbség van köztetek. 56-os, 57-es, 58-os, nem tudom pontosan.
hát ő világválogatott is volt, szerintem, hogy a Lokiba persze, vitték persze. el. Őt Bodnár Gyuri tanárbácsi, az volt a testnevelője, ő karolta fel, ő egyengedte az útját. Hát volt ott még, ugye, akivel együtt futballoztam, Darcsa Bálint. Az ő is nagy kiváló futballista volt. Ő a legnagyobb MB2-be futballozott, akkor katona volt a séb, akkor Busz Gyuri volt az edző, hát ő Neumann Gabékkal együtt játszott. Persze. Ambrusz volt a kapus. A Bálinttal az volt, egy nagyon jó ügyes csatár volt, majd játszott Máté Szakran, de ő semmiképpen nem akart elmenni Nagyecsedről. Érdekes, hogy akkor nagyon sokan voltak ennyire lokálpatrióták, hogy a saját falujukat, településüket nem szívesen hagyták el, még sokkal jobb ígéretek ellenére sem. Őt kereste Bálint, ott gépműhelyben dolgozott, mint a szerelő, kereste a Videoton, az Újpest, a Vasas, és inkább elbújt, mondta, keresték, azért nincs itt, és nem ment. Igen. Na, a gimnázium után újabb váltás az életedben. Igen, a gimnáziumot ott végeztem, ugye a József Attila gimnáziumban, 75-ben érettségiztem, utána kerültem kereskedelmi vonalra. Rögtön érettségi után. Így van, igen, hát közben ugye elvégeztem a kereskedelmi, tehát munka mellett elvégeztem a vegyesbolti eladót, majd elvégeztem a boltvezetőit is, Fábiánházi szomszédos faluba lettem a boltvezető, 18-19 évesen. Az nem semmi azért, hogy hát igen, egy olyan kiváló üzlet. Kiváló dolgozó is lettem hamarabb, még emlékszek, hogy kellett hozzá valami idő, és nem volt meg nekem még annyi éve a bolt, de megkaptam, na, mindegy, bolt kiváló dolgozó lettem. Igen. Majd ott a 79-ben bevonultam a katonának, ugye, ide vonultam Nyírvátorra, mindjárt itt szerettem volna lakni, mert közben nekünk már itt volt egy lakás édesanyáméknak. Sóvadócán. Igen, Sóvadócán, hogy a apa ugye elmegy nyugdíjba, akkor ide jövünk a szeretett helyre, mert ugye itt szerettek lenni. És hát, de nem sikerült itt maradom, mert mennem kellett Siklósra, mivel... Ott volt a kiképzés. Így van, ott voltam a kiképzésen, ott a kerületi igazgatót pontosan úgy hitták, aki itt volt valamikor, Gerencsér János, azt hiszem, József ezredes. Igen. Ő Pestről került ide Nyírbátorba, onnan büntetésből, és innen ment Pécsre. És akkor ott voltam Siklóson, 6 hónapig voltam kiképzésen. A Siklóson. És onnél kerültél? Onnan kerültem, visszakerültem majd Nyírbátori kerülethez, innen a kerülethez kitettek Kispaládra, akkor még szovjet határ volt. Oda kerültem, élenes vezető, egy 18-20 fős ősön, én a gazdasági részt én irányítottam. És ott futballoztál is? Hát igen, ott ugye volt ott egy Cserepes Ernő nevű ember, aki edző, olyan mindenes volt, mint Kálmán bácsi, és akkor az hát látta, ugye, mert mindig azt csináltuk, ugye mit csináltunk, ugye, úgy, mint az iskolában, meg állandóan csak a futball, hát szerettük, imádtuk. De arra emlékszel, hogy akkor majdnem minden faluban volt egy Kálmán bácsi. Igen, kellett egy intézmény. És ezért volt minden faluban futballcsapat igen, is. Hát igen, sajnos. A Fehér Gyarmati járásban többször elmondtam itt vendégeinkkel, mert többen voltak már a gyarmat környéki településekről vendégeim, és ott volt járási első, meg másodosztály. Igen. Hát most ez nem megy már, mert ugye az emberek mással vannak elfoglalva. Ezzel már sokan van, nem áldoznak meg, nem, itt már az anyagiak játszanak szerepet mindenért. Itt mi is ugye társadalmi munkával végeztük mindent. Így. Még határőr voltál, igen. Szándékosan, majdnem azt mondom, hogy katona, de voltak már itt határőr vendégeim, akik kikérték maguknak, hogy ők nem katonák voltak, hanem határőrök. Igen, hát akkoriban volt ilyen különbség, ugye, hogy a ilyen rivalizálás volt a fegyvernemek között. Ugye mi mindig, mikor Siklósról nagy nehezen haza tudtunk jönni, vagy kétszer a 6 hónap alatt, mindig felhívták a figyelmünket, hogy a váposok a délibe, először mentünk a délibe, a Zselis Espresszel, a délibe, vigyázzatok, hogy meg kellett nyilatkozni, minden legyen, varókészlet, minden legyen, mert hát visszavitték, az senki nem akart visszavitték. Olyan, hogy sapka nélkül megy a katonát, nincsen, nem volt. Meg hát minden cigány a magolaval dicséri, szoktuk mondani, úgyhogy a fegyverlemek is így voltak egymással. Még nem szereltél, amikor megnősültél? Igen, az 80, itt voltam, akkor már szüleim már 80-ba ide költöztek, Sóvard utcára. És akkor itt az utasban volt az esküvőm 82-ben. Igen. Bocsánat, 81-ben, igen, mert május 20-án szereltem le. Igen, nem is mikor leszereltél. Már nem Fábián házára mentél vissza, nem. Hanem itt kaptál állást. Így van, bár ott vártok, mert még szóltak is, tártkarokkal vártak volna az áfésznél, és ugye csak letettem ott is valamit az asztalra, ugye fiatalon. És akkor itt Kis János bácsi volt akkor a
Bullfészből, igen, akit mai nap is jó szívvel emlékezek rá. És akkor ő felvett engem, hát azt hiszem, akkor volt vagy ötödik utolsó helyettesnek, hát 24 éves voltam. Helyettes voltam, és akkor ugye gondolom ő is látta, hogy meg a kokaukai... Meg volt benne az ambíció. Igen, hát kereskedő, igen. Mert itt is gondolkoztam akkoriban, mert ugye, hogy focit kéne csinálni, hogy kimegyek, meg még akkor is, mikor már vezető voltam, de nem lehetett összeegyeztetni a kettőt. Uh-huh. Ugye most egy volt vezetőnek anyagi felelősségtől kezdve azért oda kell figyelni a dolgokra. És ez egy nagy üzlet. És 50 emberem volt, itt 50-en voltunk legalább akkor. És utána ugye ez 81-be kerültem, de két év múlva, vagy három év én lettem a csúcsvezető fiatalon, ugye. Uh-huh. És ugye ez szívvel, lélekkel úgy kellett csinálni, mint a sportot. Nem másképp. De a futballal mégis kapcsolatba kerültél. Igen, ez úgy tört. Ugye akkor már Kán bácsi valamit érzett. Tehát a sorsodat nem kerülheted el. Így van. Szóval ez, én szerencsés vagyok a sorsnak, én úgy mondom, én szerencsés vagyok. Mert ugye Kán bácsi ugye lehet érzett valamit, mert már akkor ő kezdett úgy bejárni hozzám, ugye megismert egy új fiatalember, 24 éves minden, akkor Béla is, Szabó Béla, akkor volt ő volt az elnök itt, akkor még BSC volt, BSC több szakosztályt működtettek. És akkor úgy meglátták, hogy vagyok, jártam, közeledtünk egymáshoz, jártam ki a meccse, és akkor egyszer... És akkor ott találtad magad a szakosztályvezető. Igen, mert Nagy Béla volt akkor a szakosztályvezető, és akkor Béla lemondott. És akkor Béla eldöntött, vagy valakivel eldöntötték, hogy kellene egy helyettes, egy szakosztályvezető, és akkor én rám döntött. Hát én megmondom, hogy szintén nem mondtam ellent, mert örömmel vállaltam, mert segíteni akartam, mert én láttam mindig, és én ugye, tudod, egy Nyírbátor, egy szép város, és akkor egy kicsit úgy fura volt nekem, hogy akkoriban Nagy Ecseden jobb a foci, Máté Szalkán jobb a foci, NB3-as csapatok, Kisvárdán NB3-as, rakamozva NB3-as, és akkor Nyírbátorban hogy nem tudunk valamit. És akkor én sokszor ezt mondtam, itt a hivatalban is volt egy rendezvény, hogy mondtam, és akkor volt olyan válasz, hogy ez Józsi, ez bátori, ez nem vidék, ez bátori helyzet, tehát itt nem tudtak adni, ugye egy juttatásokat nem úgy tudtak adni, mint ott. Persze. A TSZ patronálta, vagy, tehát, na, és akkor próbáltam úgy, hogy majd segítsek. Hát így kerültem oda, mint szakosztályvezető, akkor megyei első osztályban. És ott is ragadtál. Hát ott maradtam egy pár évig, igen. Hát jó pár évig. Hát 12-14, már pontosan nem tudom. Hát ugye végigcsináltuk, közben sajnos, hogy akkor kiesett a csapat abba az évbe, kiesett a megyei kettőbe. A megyei kettő után ketten maradtunk Kálmán bácsival, meg Béla még bebesegített, de már azt mondom, akkor Béla nem volt elnök. Uh-huh. És olyan csapatot sikerült összehoznunk, hogy abban az évben visszakerültünk egyeneságon az egyes osztályba, de olyan helyeken jártunk, tehát, hogy mindenki akart megverni. Volt, hogy elmentünk egy ópályba, szándékosan, majdnem térdi, hát nem bokájó felérő fű volt, hogy ne tudjuk, egyezzünk. Szögletnél, annyi volt, hogy a szögletnél ki volt kaszálva a négy szöglet. De hát olyan futballistáink voltak, hogy volt sok Nyírváti, Erdősi Pisti, Lukács Tibi, akkor Tóth Gyuri, Szilágyi Karcsi, hogy ne hagyjak ki senkit, kik voltak még. Nem akármilyen nevek egyébként. Igen, akkor voltak a katonák, ugye akkor nagyon jó kapcsolat volt a határőrséges Eres Józsi, az mindenben segített nekünk. Ugye a játékosokat kicsit irányítva volt, bevonultásnak. És akkor engedték, hogy edzéseket kijárjanak. Igen. Akkor igazoltunk, ugye én akkor gyorsan Ecsedből... Éppen Dolhai Tibivel beszélgettem, aki ott ült abban a székben, ahol most te. Ugye akkor ott volt ő is a határőrségnél, és ő maga is közelműködött, mint határőrtiszt, hogy olyan helyre kerüljenek. Így van, mert a szervezéssel dolgozott, és tudott Tibi segíteni. Tehát akkor volt Ecsedről, ott volt itt volt a Cineguszti, Pejvás Guszti, szintén Ecsedben focizott a... nem tudom most írtam. Hát mindegy, nem érdekes, hogy de volt. Komán Józsi például, mind meghatározó. Bíró Attila Ecsedű, Máté Szalkán középhátvéd volt. Persze. Tehát, és akkor abban az évben, akkor itt volt a katona Szalontai, nem Szalontai, hanem... Jimmy Ékert, az Jimmy nem volt, később. Nem, most nem tudom, ilyen. Nem baj, nem számít.
De volt a Balog Józsika is, például a két... Az már később voltak ebben a csapatban, később jöttek. Uh-huh. Mindegy, nem fontos. Szalóki Pisti, Kemecsérő Balázs Pisti. Igen. Hát nagyon jó kis csapatunk volt. Egy kicsit azért beszéljünk a háttérmunkáról, mert ahhoz, hogy egy bármilyen sportágban jól szerepeljenek a versenyzők vagy csapatok, nélkülözhetetlen a sportdiplomácia kiépítése. Igen. Jó sportdiplomácia nélkül a legjobb csapatok is el tudnak bukni. Hát megmondom, nekünk akkor ugye Kálmán bácsi is értette. És ebben sokat, nagyon szerepetek volt. Igen, nekem hát, is, meg Kálmán bácsi. Igen, hát nekünk ugye mindenféleképpen vissza akartunk akkor kerülni, mert mutatni is akartuk, hogy azért visszajutunk még, ha ennyi maradtunk. És már mert ha egyből nem, könnyű, nagyon nagy a veszély, hogy beleszürkül a másodosztályba a csapat. Könnyebb kiesni, mint visszakerülni. Annyit, hogy mondjak már, akkor egy olyan edzőnk volt, hogy Bakó Tibi volt Debrecenből. És az, hogy mondjam el, hogy elmentünk a falvakra, hozott ki egy gyurót. A gyuró mindig ki volt. A Doki, csak én úgy tudom, nem tudom valami sajnál, de Doki a Kinizsinek volt az MB2-esnek a gyurója. És akkor a Doki mindig kijött, és a fiúkat mindig legyúrt, és meccs előtt is mentünk például Balkányba, kérték a gyurópadot. Hát ez újdonság volt. Csak néztek, hogy gyurópadot. Hát az mi gyuródeszkát, hogy mit akarnak kérni? Tehát próbáltunk egy kicsit színvonalat. A háttérben ugye nagyon jó sportdiplomációt sikerült, ugye a játékvezetőkkel, meg a szövetséggel is. Ugye, ebben Kálmának is óriási szerepe volt. Kálmán bácsi hétfőn, mikor... Mert együtt mentetek mindenhova. Hát ágyindvá, azt mondta Kálmán bácsi, ágyindvá. Ugye egy-kettő, ugye. És akkor minden hétfőn, Józsikám, irány, a Márka Presszó, Hiregyháza, a bíróknak 5 óra, fél 5-kor vége volt a... Értekezlet, és ott mind ott volt ugye a presszóba. Felejtették a vasárnapot, meg a szombatot. Megbeszélték az előző... Hogy kellett volna csinálni, hogy ezt... Hogy igen, megbeszélték, hogy mit hibáztak, meg mit nem. És hogy úgy mindig álltak a vagy mit kellett volna még hibázni. Igen. Rendégül láttuk őket, de ide örömmel, szeretettel jöttek. De nem csak a megyes osztályú bírók, hanem MB3-ba, MB2-be is. Tehát nagyon nagy kapcsolat volt velük. Én beszéltem egyszer egy bíróval, aki Gyula ellen vezetett nekünk idegenben mérkőzést, Békés Csabai Hanyec. Bíró. Hanyec, nem? Nem, Medovárszki. Igen. És azt mondja, hogy ő látja, azért volt neki szimpatikus Nyírbántól, mert látta azokat az erőfeszítéseket, amit egy ilyen csapat összehozására tenni kell. Tehát a bírók is figyelték azt, hogy hol milyen munka folyik, és úgy volt szimpatikus, vagy hát kevésbé szimpatikus. Meglátták azt, hogy azért mi nem úgy visszanyúlunk hozzá, hogy mit tudom én, ha is esetleg hibáztak valamit, akkor az ember letámadja. Persze. Meg. Ugye sok Persze. helyen egyből neki mennek a bírónak. Hát még mai nap is van olyan, hogy NB1-es játékvezetővel tartom kapcsolatot, például Farkas Gyuri, az sokat vezet nekünk NB2-be, szolnoki játékvezető, Kormos Gabi. Hát meg nagyon régi NB1-esek, de sajnos azok már nincsenek ugye, akikkel. Nagyon jó kapcsolat volt Béla bácsi, Divinyi, az nyírbátori, itt mindig ellenőr volt. Ugye, azzal is jó kapcsolatot ápoltunk. Igen. Na, nézzük, hogyan alakult tovább, mert 12 évig voltál szakosztályvezető, hát, és beszéltünk a sikerekről, neveket is említettél, akikkel együtt dolgoztál, akár vezetőként, akár játékosként persze. Egyszer vége lett ennek a tevékenységnek. Hát most esetleg az a szakosztályvezetésnek, a futballal való kapcsolatnak lesz vége. Hát MB2 után lett az. MB2 után. De mi volt az oka? Ez az érdekes. Hát ugye MB2-ben, az MB3-ról most nem beszéljünk az MB3-ról? Beszélhetünk. Mert ahogy Jani, ugye a megyes osztály után az MB3-ba felkerültünk, a megyes osztály Tóth Janival. Akkor már Tóth Jani volt az edző, akkor ugye Üski Géza vette át a csapatot, ő lett az elnök, és akkor egy csomó jó játékosat igazoltunk, ott Körmöstől kezdve Szalontai, Lőrinc Sanyi, meg sorolhatnám Kisztarka Pistike, tehát nagyon-nagyon, akkor olyan csapatunk volt, hogy az már az MB2-re kész volt. Ez valóban így volt, igen. És utána megnyertük szintén ott a bajnokságot, majd következett az MB2, ott már Németh Karcsi volt az edző. Szintén nagyon-nagyon jó csapatunk volt,
ott a harmadik helyet. Tegyük hozzá, hogy Németh Karcsi szerintem a legprofibb edző volt, aki Nyírbátorban dolgozott. Így van, én azt mondom, hogy ugye dolgoztam, vagy hát közel 20 edző volt, itt Piros Banditól kezdve. Sok kiváló edző volt Nyírbátorban, nagyon jók voltak. Személyes kapcsolatban is jó volt mindegyikkel, de én úgy érzem, hogy Németh Karcsi volt a legnagyobb, legmélyebb hatása a labdarúgásunkra. Nagyon tudott a fiúk nyelven beszélni, tehát hatni tudott rájuk, és... Egy hangos szava nem volt soha. Pedig akkoribb idő, amikor a vége felé már hát az anyagi problémák voltak, ugye Persze. Már nem tudtunk, már az utolsó meccsre úgy mentünk el a palotásra, de ott is nyertünk 2-0-ás állásból 3-2-re. Oda jött Hannárp és gratulált, hogy ilyet még nem, de ez egy csapat. Ez igazából csapat volt. Akkor már személykocsika voltunk, mert annyira nem volt pénz. Ugye hát elfogyott. A horvát sokat áldozott a NB2-ben, a horvát Pista. Igen. Nagyon sok pénzt. Majd meg ugye hát meg én is szerintem, igen, meg én is, ugye sokba került. Abból az NB2-es csapatból, ha már szóba hoztad az NB3-as NB2-t, most szombaton is voltak itt néhányan. Igen, Kosán. Kosán Pista itt volt, Bandics például, Laci, Bandics Laciga itt volt. Hát Lacikára egy történet, Lacikát mindenáron ugye nagyon jó kapcsolatunk volt, Dunakeszi ott, Genc Ferenc volt az elnök. A Lukács, később a Vasas elnöke igen, akkor Lukács, volt. Akinek autókereskedése, az volt az Újpest tulajdonosa. Igen. Lacikát mindenáron el akarták vinni. Meg Szalka Pityeszt is. Igen, azt mondta, akkor Glázer Robi volt az edző. Tehát mind menő futballisták voltak, volt Robi is. És azt mondta Lacika, Jóska Bázsi, én akkor megyek, ha engem minden este hazavisznek Sonkára, én nem alszok sehol. De, és én nem ment. Pedig olyan ballábú, de olyan futót, balfutót játszott. Tudom, én is hát, csodáltam. Szóval ezek mind NB-s, egyes szintű futballisták. Most NB-ben nincsenek ilyen futballisták. Elhiszem. Nekünk akkor, ha anyagi támogatás van abban az NB2-be, mint ahogy nem volt, akkor mi az NB1B-be vagyunk, Nyírbátor. De mondom, hogy olyan csapat, bár legyen jobb csapat, de nem is éli ezt, tehát az óriási pénz kell most már egy olyan csapat, egy NB2-es csapathoz, de nem lesz, sosem lesz olyan jó csapat. Egy történelem. És akkor most visszatérünk eredeti, vagy korábbi kérdésemhez. Miért szakítottál a futballal? Ugye az utolsó, még akkor a Nyírbátor NB2-es csapat, ugye még akkor a sportszerűségdíjat is kellett megnyert. Én azt a köztévébe vettem át. Utána volt egy gyűlés. Itt ugye nem volt pénz, és akkor voltak kívülálló személyek, akik bántottak, vagy piszkáltak bennünket, hogy így, tehát nem voltak jó véleménnyel. És akkor polgármester jött, akkor a Petrócki Gyuri volt a polgármester, és akkor én úgy döntöttem akkor, jöjjön akkor Feri. Más. Vagy Feri, igen. Gyuri focizott, igen. Gyuri futba is elnézést. De és akkor úgy döntöttem akkor, hogy Horváth is lemondott, mert ugye elég volt a fizetségekből, és akkor csináljam más. És így abba maradt. Nem hiányzik a pálya? Az a légkör? Hát, hiányozni... Három éves korodtól benne voltam. Figyelj, hiányzott meg, ugye én nekem mindenem volt. Fűzéslabdával játszottam. Igen. Én minden, mikor én vezető voltam, és minden edzőmeccsen, nem volt olyan, vagy egy vasárnap, vagy húsvét első napján voltak, mentünk. Tehát nem volt olyan nélkül, nem. Talán egyszer egy meccsen nem voltam, akkor is, mert temetés miatt közeli hozzátartozóval. Nem, minden meccsen ott voltam. Örülök, hogy ezt de nem most, mondom, most kevesen tudják, hogy milyen háttérmunka kell ahhoz, hát igen. És mennyi idő, meg energia ahhoz, hogy egy csapatot működtessen. Amikor a MB2-ben ugye kitalálta az MLS, hogy MB2-ben két ifit, meg két serdülőt indítsa. Tehát én mindent, egy gyógyautó mindenfele szedjed össze fel a gyerekeket. Meg kell azokat utaztatni, etetni. Hát mennyi szendvicset kell nekem csináltatni azoknak? Nem tágítok a kérdésemtől. Nem hiányzik a sportpálya légköre? Hát hiányzik, csak ugye én megmondom, hogy azóta nem... Azok az emberek, akik velem egykorúak már nem járnak, nincsenek. Meg én nekem az legrosszabb benyomást azt tette, hogy mikor kimentem és láttam az összes fénykép, ami a múlt, el van tüntetve. Nem magam miatt, a legfájóbb pont Kálmán bácsi például, ott volt a ajtófélfa felett, ott volt felett, és mindent eltüntettek, mint akik a múltat, nem tudom, nem akarja, szégyellik, vagy nem tudom, de ez nekem jól azt mondom, még azt se kell. Hát ezek nem most tűntek el. Hát tudom, hogy nem most, ez már még, vagy 10 évek gondolom. Csak azért kérdez, majd azért mondom ezt, amit most fog, mert
amikor a kiállításra készültünk, a 100 éves, a Nyírbátor iskola 100 éves kiállításra, mentem én is a képekért. Azt a gyönyörű tablót, amiben Kovács Kálmán, meg Forgács Laci csináltattak annak idején, amelyen rajta voltunk azon a tablón valamennyien, nem magam miatt, de egy poros, koszos raktárból kerestük elő a képek összegyűlve, hála a Művközpont embereinek, ők csinálták, ők digitalizálták, ők egyengették, simírgatták, de hozták vissza, és azért van most a tabló megint épp állapotban, de hogy hol van most, én sem tudom. Úgyhogy ez egy fájó pont volt, mert nem is miattam, de hát ugye az ember tett azért a futballért valamit, és most is ez a szombati rendezvény, a meghívás nagyon jól esett. Van, aki nem foglalkozik vele, van, aki még sajnáltam azt, hogy sokan el se jöttek, pedig ott lett volna a helyük. Ott lett volna a helyük. Vagy sértődöttség, vagy nem tudom, de én örültem neki, mert én ez ilyesmire adok. Érzékeny típus vagyok ezen a téren. Igen. Úgyhogy... Futballal kezdtük, futballal fejezzük be, azzal a részével, még csak a saját gondolataid érdekelnek ezzel kapcsolatban, hogy miért van az, hogy a legkiválóbbak, akik a legtöbbet teszik le az asztalra, sértődötten távoznak a sportpályáról? Szerintem... Mert sok ilyen van. Igen. Én szerintem... Nem, most nevek nélkül nem, persze, nem becsülik meg a... Szerintem a régieket. Hát most én nem kérném én is azt, hogy oda megyek, azt én nekem most nem tudom, de... Mondjuk azt is meg lehet egy gondolat, hogy azok a régi játékosok, akik még itt játszottak, ugye, hogy kapnának egy tiszteletbeli... Most például. Lehet, hogy nem jön el, most a csődben nem fogja mindent... Csak a megbecsülés Igen, hogy érezze az ember, hogy gondolnak rá. Vagy néha össze lehetne hívni egy ilyen találkozó, most nem egy ilyen nagy rendezvényen, hogy Döme itt van, Détári, összehívni, hogy akik eljön, egy ilyen, hogy emlékezzünk a múltra, ugye, tehát a múltra ezzel emlékezni kell. Nem szabad elfelejteni, mi volt. Tipikus esete annak, amikor a fürdővízzel kiölték a gyereket is. Így van, pontosan. Úgyhogy én most nem magamért, hogy most az arra az 500 forint, hogy befizetem, nem nyugdíjas vagyok már. De hát valahogy... Úgy is befizetél más formában. Persze, így van. Meg ez a szép stadion, ugye hát most... Ez most már tényleg stadion. Hát én mondom, én ugye a Nagyecsedi meccsen jött a barátom, a Homanyik Csabi, ugye az focizott sokáig, a Sanyinak, az énekesnek a bátyja, jó barátom, tartjuk. Sanyival is tartom a kapcsolatot, meg Csabival, és akkor eljöttek nálunk a feleség, és kimentünk a meccsre. Hát én nem voltam régen, megdöbbentő is, én is, hogy ez olyan, mint egy nagyon szép, csodálatosan rendben van. Hát most mások a lehetőségek. A mi időnkben felszántottuk ezt az erőső pályát, ami center pálya, azt üskikézett a szabóban, mentünk, azt szórtuk a fűmagot. Persze, így van. Igen. Józsikám, nagyon örülök, hogy ezeket elmondtad, mert lehet, hogy az néhány ember számára gondolatébresztő is lesz majd, és tulajdonképpen ezeknek a beszélgetéseknek, az emlékezések neked is a célja. Nyugdíjas vagy, van egy szép kis nyaralód, lányaid vannak, unokád van, róluk azért néhány szót mindenképpen eljön. Igen, nyaraló, hát ugye nem a Balatonnál van, hanem itt van Bátorligeten, egy gyönyörű szép környezet. Én imádok ott gyönyörű lenni. Hely. Egy szép kis parasztház, töltyes erdő veszi körül, én minden nap ott vagyok. Fantasztikusan rendben van. Igen, igyekszünk mindig, hogy csinálgatjuk. Két lányom van, Emese a nagyobbik, ő férnél van, a szociálpedagógus, a kisebbik lányom az egy behajtó cégnél dolgozik itt Nyírbátorban, meg a lényeg, a legnagyobb örömöm a kis unokám. Akkor most mondjad neki. Zoé, vagy apa most hozzászól. Trifúj, Zoé, Emese, 8 éves. Csodálatos, és nagyon szeretem, meg szeretjük. Ugye hát egyik unoka van, hátha lesz majd még több is, de ő most a mindenünk. Sajnos időnk véges, be kell fejeznünk a beszélgetést, de annélkül nem állhatsz fel abból a székből, hogy nem mondanád el, hogy érzed magad Nyírbátorban, a városban. Hát, Nyírbátor város egy csodálatos város lett, szépen fejlődik. Amennyit én ott vagyok, mert a tehát én kint vagyok általában, nagyon szépen fejlődött, minden rendben van, öröm itt lenni. Legyen ez a végszó, ehhez nem is kell semmit hozzátenni. Józsikám, örülök, hogy
beszélgettünk, hogy megosztottad velünk a gondolataidat, meg a nézőkkel. Köszönöm. Hosszú, boldog életet, kertészkedést. Köszönöm szépen. És jó unokázást. Nagyon szépen köszönöm. Zoli hallotta, hogy köszöntöttük, úgyhogy akkor minden rendben van. Is. Most hát nyugodtan mehetsz, haza nem fogsz szigapni. Igen. Én is nagyon szépen köszönöm, hogy lehetőséget adtatok, hogy itt lehetek. És kívánok én is minden sportbarátnak szép napokat, hosszú életet. Köszönjük szépen valamennyien, valamennyi ők nevében.